A Tiszaföldvári körzeti megbízott az elmúlt időszakban gépjármű feltörések kapcsán végzett adatgyűjtést, amikor látókörébe került egy helyi lakos. A rendőrök megjelentek a férfinál, aki elszámoltatása során elismerte a bűncselekményel követését. Az ingatlanban végzett kutatás során a nyomozók egy láda hamburger zsemlét is találtak, amire a férfi beismerte, hogy azokat aznap hajnalban vitte el az egyik büfé elől. Bűncselekmény gyanúja miatt előállították, kihallgatása során beismerő vallomást tett. Hat autó feltörését vallotta be, továbbá egyet elvit, mivel a tulajdonos benne hagyta az indító kulcsot, valamint egy elektromos kerékpár is a zsákmányai között szerepel. A hatóság nyolc rendbeli lopás miatt a jogsértőt őrizetbe vette.